Sziasztok! Újabb videóval jelentkezik a Sinus Networks. Jelen esetben megpróbáljuk nektek bemutatni azt, hogy milyen média konvertereket forgalmazunk. A belépő szintünk az a LinkEasy. A LinkEasy az egy teljesen egyszerű, nem menedzselhető média konverter. Azt a típust, amivel most foglalkozunk, azt onnan tudjátok már felismerni, hogy meglehetősen pici, nagyon praktikus. Van hozzá egy kicsi hálózati táp, aminek a segítségével tudtok neki tápellátást adni, de van hozzá majd egy sasszi, amit majd később megmutatunk. Mit érdemes róla tudni? Mindazon mellett, hogy pici, rendelkezik többfajta kivitellel, amint látjátok, például itt van egy BIDI, vagyis single fiber típus, ami egy csatlakozós SC, van két csatlakozós, duplex megoldásunk, természetesen ezekből mind multi, mind monomódus elérhető, és van a legsok oldalúbb változat, az SFP-s változat, amiben bármilyen típusú SFP-t belerakhatunk. Mi egyébként a gyártónak a saját SFP-ét ajánljuk, amik mind SX, mind LX változatban elérhetőek. Mindjárt megmutatjuk, hogyan néz ki, amikor ezeket összekapcsoljuk egymással. No, hát itt vannak a média konverterek, mindjárt összedugjuk őket. Az a különlegessége ennek az eszköznek, hogyha összedugjuk a kettőt, mindjárt meglátjátok, mi fog történni, akkor elkezd zölden világítani benne a LED, ezzel jelzi, hogy kapcsolatban van a túlsó oldallal. Ez azért egy eléggé jó pofa kis tulajdonsága neki. Ha szétszedjük, akkor mindjárt látjuk, hogy pirosra vált. Ezzel nagyon egyszerűen leellenőrizhetjük azt, hogy van-e kapcsolatunk a túloldallal. Ezeknek a média konvertereknek talán az egyik legjobb tulajdonsága az az, hogy belerakhatjuk őket egy rack keretbe, ami másfél U magas, cserébe viszont 18 darabot bele tudunk rakni, ami nagyon sok, általában nem szokott ez ennyi lenni. Láthatjátok, hogy ilyenkor egy darab házban van benne az összes média konverter, aminek természetesen egy darab 220-as tápja van, és itt is ugyanolyan jól látszik ez a ledes visszajelzés, amit az előbb bemutattunk. Szóval összefoglalva, mit érdemes erről a média konverter családról tudni? Kis helyen elfér, nagyon jó ára van, bármilyen típusban felelhető, tehát multimódban, monomódban, különböző távolságú monomódokban, létezik belőle simplex, létezik belőle duplex kivitel, és létezik belőle SFP-s, és mindezt úgy, hogy emelt hőtartományban lehet őket használni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok! We'll be right back.